Köszöntöm a Gyergyó TV nézőit. Lássuk röviden, mit tekinthetnek meg a mai nap szemlében. Az összefogás példájaként emlegették búcsú ünnepén a munkás Szent József templomot. Ma függesztették ki a legújabb parcellázási tervet a Városházán. Ezúttal az 56-os dűlőterve készült el. Az egyházok támogatásának fontosságáról beszélt a megyei önkormányzat vezetője. Május 14-én lesz az idei pünkösdi búcsú Csíksomjon. Több százezer zarándokot várnak idén is. Felszentelték a hétvégén a munkás Szent József templomot Felszegben. Az eseményre a környékbeliek mellett sokan voltak kíváncsiak a város más részein lakók közül, de magasrangú vendégek is tiszteletüket tették. Nagy ünnep volt vasárnap Felszegben, megtartották a munkás Szent József templom búcsúját és fel is szentelték azt. Különleges eseménynek lehettek tanúi a résztvevők, a szertartás az udvaron kezdődött. Ritkaságnak számít egy közösség életében az olyan nagy esemény, mint a mai. Vannak közöttünk, akik már részt vettek itthon ilyen ünnepen, 8 évvel ezelőtt a Szent István templom szentelési ünnepségén. De bizonyára sokan vagyunk, akik első alkalommal lehetünk tanúi egy Isten nagyobb dicsőségére épült ház szentelésének. Büszkének kell lennünk arra, hogy templomunk az Úr Jézus nevelő apjának, a Szent Család fejének nevét viseli, hiszen Amerika legnagyobb, a világ 23. legmagasabb templomát, és hazánkban is számos templomot az ő tiszteletére építettek. Szent József tisztelete a 14. századtól kezdett terjedni, egyházmegyéinkben kései elterjedése miatt vannak csak újkori templomai. Szent József a munkás ünnepét 12. Pius pápa vezette be 1955-ben a szocialista-kommunista május 1-je ellensúlyozásaként. A templom kulcsát Tamás József segédpüspöknek adták át, aki kinyitotta az új istenházát és beengedte az embereket. Majd a szentmise keretén belül zajlott le a létesítmény szentelése. Vizet szenteltek, majd azzal szentelték meg a templomot és a jelenlevő híveket is. A segédpüspök azt mondta, a keresztény ember második otthonát képezi a templom. A templomból árad Istennek az áldása. Amikor itt a templomban Istennek tanítását hallgatjuk, amikor a templomban Jézus Krisztus testével és vérével táplálkozunk, amelyet az utolsó vacsorán adott nekünk lelki táplálékként, akkor amikor a szentségekben, amelyeket Jézus rendelt, ami számunkra részesedünk, és akkor amikor az imádságban az Istennel való kapcsolatunkat ápoljuk, akkor valóban a templomból áradó isteni kegyelmi ajándék megszentel bennünket igazi emberekké, Isten gyermekekké formál bennünket. Kitért a templom védőszentjére is, aki egyszerű ácsként kétkezi munkával biztosította a mindennapi betevőt a Szent Család számára. A görög szónak az igazi értelmét az fejezi ki a legjobban, amit máma úgy mondjuk, hogy ezermester. Olyan valaki volt Szent József, aki nem csak az ács munkához, hanem sok más munkához, főleg, ami az építészetet jelenti, értett és abban dolgozott. És éppen ezért, mert az ő vallásossága kihatott az ő munkásságára is, ezért vált példaképpé a mi számunkra.
Az ünnepségen elhangzott, a munkás Szent József templom jó példája a közösségi összefogásnak, hiszen nagyon sok magánszemély, vállalkozók, a megyei és a helyi önkormányzat, valamint a magyar kormány is támogatta létrejöttét. Az összefogás jelentőségét hangsúlyozta a magyar kormány képviselője is, aki a felszegi templom szentelés mellett az etevárajai templom újraáldásánál is jelen volt. Megnézzük Európa térképét, akkor jól látható, hogy sok-sok döntésben, sok-sok gondolkodásban van egy hatalmas nagy választóvonal. És talán ezt a választóvonalat, hogy a két terület hova esik, hogy gondolkodik, legjobban jellemzi a templomoknak a jövője vagy a múltja, és a jelene is. Sajnos rengeteg olyan szomorú találkozás van Nyugat-Európában, ahol a templomokból múzeumokat, mulatóhelyeket, kocsmákat készítenek, illetve annak adják át. Ezzel szemben, hála Istennek, az a térség, amiben mi élünk, az pont az ellenkezőjéről tesz tanúbizonyságot. Mert üzenet Európa fele, üzenet a világ fele, hogy meg akarunk maradni, és a megmaradásunknak a gyökere nem más 2000 év óta Európában, az pedig a kereszténység. A szentelést követően vasárnaponként, valamint a tervek szerint hétközben is lesznek majd szentmisék az új templomban. Május 1-től bruttó 1050 lejről havi 1250 lejre emelkedett a minimálbér. Ez azt jelenti, hogy az érintett alkalmazottak mostantól nettó 917 lejt vihetnek haza, körülbelül 140 lejjel többet, mint az elmúlt hónapokban. A szakszervezetek kitartanak amellett, hogy a garantált minimális juttatást tovább kell növelnie a kormánynak. A minimálbérrel párhuzamosan növekszik a közúti bírságok értéke is. Egy büntető pont ugyanis mindig egyenlő a garantált juttatás 10%-ával, ami így vasárnaptól 125 lej. Ma függesztették ki a legújabb parcellázási tervet a Városházán, ezúttal az 56-os dőlőterve készült el. A külterületek jogviszonyainak tisztázását célzó önkormányzati program eddig a tervezett ütemben zajlik. Két hétig, azaz május 17-ig véleményezhető az 56-os dűlő parcellázási terve. Akik a Csíszér ezen részén rendelkeznek területtel, fontos, hogy megnézzék a terveket és jelezzék a hibát, eltérést észlelnek. Idén ez már a 9. dűlő, amelynek a parcellázási terve kifüggesztés alatt van, és ezek közül a 7., amely a Csíszérben található. Ez most az a rész, ahogy megyünk Kovács Péter fele, a Reszpataktól felfele a gerincig terjedő dűlő, az 56-os kataszteri dűlő. Mindazok, akik esetleg a határait nem tudják pontosan, leellenőrizhetik azt a Városházán, vagy pedig akár internetes elérhetőség által is a térképen, amely ki van függesztve a parcellázási tervek menüpontnál a Városháza weboldalán. Fontos az, hogy május 3-a és 17-e között mindazok, akiknek ebben a dűlőben, az 56-osban területük van, ellenőrizzék le a pontos adatokat, a parcella elhelyezkedését, méretét és a tulajdonosok listáját. Adott esetben szó lehet arról, hogy már elhalálozott örökhagyók neve található itt, ezzel nincsen semmi probléma, de ellenőrizni kell minden esetben, hogy pontosan szerepelnek ezek az adatok. Éppen azért, mert a kifüggesztést követően megtörténik a dűlő véglegesítése, és a megadott határidő után már nem áll módunkban elfogadni további kérelmeket. Tudni kell azt, ahogy azt már több alkalommal is mondtuk, hogy nem egyik napról a másikra történik egy dűlőnek a véglegesítése, tehát előfordulhat az, hogy a kifüggesztést követően mindazokat, akik írásos módosítási kérelmet nyújtottak be egy tisztázó beszélgetésre, a kézben tartott dokumentumokkal együtt behívják a Városháza kataszteri irodájára, és itt pontosítják azt, amit a módosítási kérelemben megjelöltek, szükség esetén ezt a telekkönyvvel, illetve a szakcéggel is egyeztetik, tehát ez akár egy több hetet, több hónapot is felölelhető folyamat, amelynek a végén jutunk el odáig, hogy benyújtható a parcellázási terv a megyei kataszteri hivatalhoz elfogadásra. Éppen ezért a szakiroda hetente több száz levelet vált az illetékes hatóságokkal, és adott esetben az érintett tulajdonosokkal is, több esetben előfordul az, hogy személyes egyeztetés, és hívják a tulajdonosokat, köszönjük azoknak, akik ebben együttműködnek, és kérjük is egyben mindazokat, akik esetleg a helyszíni mérésre nem tudtak kimenni, hogy fokozottan figyeljék minden egyes dűlő esetében a folyamatot, hiszen ebben az esetben azt, amit a helyszínen nem sikerült egyeztetni, azt papíron ugyanúgy azért meg kell tenni. Az 56-os dűlő 521 hektárnyi terület jogviszonyát rendezi, több mint 200 tulajdonost érint a terv.
Mind a 119 parcella tulajdonosát várják az önkormányzatnál, hogy a kifüggesztett dokumentációt megnézzék, az adatokat ellenőrizzék. A program jelen pillanatban a megegyezett ütemterv szerint halad, sajnos még az első telekkönyvek véglegesítése nem tudott megtörténni, ebben továbbra is az illetékes szakhatóságok együttműködnek, de a dűlő felmérések és az adott egyeztetések, a temérdek mennyiségű okirat egyeztetése, illetve a parcellák méreteinek és elhelyezkedésének az adatbázisba vétele, az ütemszerűen halad, és igyekszünk, hogy az Unió által megszabott 2018-as határidőig, amennyire lehet ezt Gyergyőszent Miklóson le tudjuk zárni. Azt mindenképpen tudjuk, hogy az országban az első települések között vagyunk, ahol ilyen ütemben sikerül haladni a parcellázási tervek elkészítésével. A dokumentáció, amely a parcellák elhelyezkedését, adatait és a tulajdonosok nevét tartalmazza, megtekinthető minden hétköznap 9:30 és 3 óra között, szerdánként 6:30-ig a Városházán, de elérhető a város honlapján is a parcellázási tervek menüpontnál. Az előkészítő osztályok helyeinek betöltése után szerdától az óvodákba is elkezdődik az iratkozási időszak. A kis csoportba május 23-ától lehet beiratkozni. Elsőként az újrairatkozás zajlik azon gyermekek számára, akik már járnak óvodába. Szüleik szerdától május 20-áig írhatják be gyermekeiket. A következő beiratkozási szakaszban május 23-a és június 17-e között azon szülők adhatják le a kéréseket, akik gyerekei 2016 végéig betöltik a harmadik életévüket és kis csoportba készülnek. Minden szülő egyetlen iratkozási kérést kaphat, ezt abban az óvodában kell igényelni, amelyikbe szeretné beíratni a gyermekét. Történelmi minimumon a tej felvásárlási ára. Míg 5 évvel ezelőtt 1,6 lejt fizettek a tejfeldolgozók a gazdáknak, ma már csak 1,1 lejt adnak 1 liter tejért. Így a tejtermelők a csőd szélére sodródnak, és kénytelenek lesznek eladni a szarvasmarha állományukat. A helyzetükön tovább ront, hogy idén késve utalják az állattartás után járó támogatást is. Ennek a Mezőpetri Mezőgazdasági Társulásnak ezres nagyságú szarvasmarha állománya van, ennek fele fejős tehén. Naponta 7000 liter tejet termelnek. Egy lej 20 baniba állítjuk elő a tejet, általában az országban, nem csak, hogy itt a nagyon drága, így a kollégák által így vagyok informálva, és egy lej 10 banit kapunk a tejért. Tehát 10 banival már ráfizetünk mindenhol. Hogy meddig bírjuk, nem tudom. Eddig se kaptuk meg a tejnek az árát, de megkaptuk a búzának, a kukoricának, el tudtuk adni. Sajnos most nem, hogy annak sincs ára, hanem azt se tudjuk eladni. Tehát, hogyha már semmi nem megy, akkor ez az ágazat is be fog dögleni magyarul. A társulás vezetője elmondta, ha továbbra sem javul a helyzet, fokozatosan felszámolja a tehenészetet. A szubvenciók terén is jelentős hátrányban vannak a romániai gazdák, ugyanis ők háromszor kevesebbet kapnak, mint például egy holland termelő. Ráadásul idén a kifizetések is késnek. A szakemberek egyelőre a társulások saját tejfeldolgozó üzemeiben, valamint a hatékonyabb állami támogatásokban látják a kilábalást ebből a gazdasági helyzetből. A megyei szervezet, megyei vezetőség kéne egy olyan törvényrendelkezetet hozzon, vagy törvényrendeletet, vagy országos szinten is, hogy ezek a kisebb gyárak tudják a tejtermékeiket helyben értékesíteni, a kórházakban, az iskolákban nevel a tej és a kifli biztosításában, az öregek házában, a különböző ilyen éttermekben. A probléma az, hogy a jelenlegi törvény nem engedi meg azt, hogy exkluzív ezek a kis cégek tudhassák értékesni. Ez módosítani kell a jelenlegi törvényi rendeleteket. Eddig közel 600 ezer gazdának fizették ki a szubvenciókat a növénytermesztési ágazatban. A hatóságok azt ígérik, hogy május 25-e után az állattartás után járó támogatásokat is folyósítani fogják. Az áramszolgáltató közlése értelmében 4-én, szerdán 9 és 16 óra között áramszünet várható a 3-as számú transzformátor hatókörzetében, azaz a Dózsa-György, Békén, Régi Gyár, Fazakas és Külső utcákban a hálózaton végzett javítási munkálatok miatt. Kérik az érintettek megértését.
Egyházak támogatásáról döntött nemrég Hargita megye tanácsa. A megszavazott összegek kapcsán a megyei önkormányzat elnöke tartott sajtótájékoztatót. Összesen közel 1,5 millió lejt hagyott jóvá a csíktérségi történelmi egyházak templomainak és egyéb ingatlanjainak felújítására, építésére Hargita megye tanácsa döntéshozó testülete április 25-i soros havi ülésén. A román törvényeknek megfelelően bejegyzett Hargita megyei történelmi egyházak február 25-ig pályázhattak, és az elbírálás nyomán a csíki történelmi egyházak több mint 30 ingatlanjának felújításához vagy építéséhez járult hozzá a megyei tanács. Erről tartott sajtótájékoztatót Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke április 29-én a felújítás alatt álló Csobotfalvi Szent Péter és Pál templomban Tamás József római katolikus segédpüspökkel, Kovács Attila plébánossal, valamint Gecő Tibor és Timár Imre egyháztanácsosokkal együtt. A megyeelnök felsorolta, mire lehetett pályázni a templomok és más egyházi épületek építésén vagy felújításán kívül, fűtésrendszerek kiépítésére a templomokban, harangok automatizálására, toronyórák javítására, ravatolozók építésére és felújítására, valamint gyermektáborozó helyek építésére, felújítására. A Csobotfalvi templom munkálataira 100 000 lejt utaltak ki, és ugyanennyit a Csíkszentkirályi kápolna, valamint a Madéfalvi Szent Anna kápolnára. Azt gondolom, hogy a közösségépítésnek egyik alapintézmény az egyház, és ha megnézzünk bármilyen statisztikát, felmérést, akkor láthatjuk, hogy a lakosság, a társadalomban a legnagyobb bizalom az egyházaink iránt van, és én azt gondolom, hogy nem lehet szétválasztani. Ugye Reményi Sándor is azt mondja, hogy templom és iskola. Én azt gondolom, hogy együtt kell a közösség különböző intézményeivel foglalkozni, mert ha az emberek jól érzik magukat, lelkileg egyensúlyban vannak, oda tudnak egymásra figyelni, a szolidaritás jegyében egymáson tudnak segíteni, közös erőfeszítések árán meg tudják oldani a gondjaikat, akkor igenis ebben mindig láthatjuk, hogy az egyházainknak óriási jelentős szerepe van, és hát ilyen tekintetben ezt a tevékenységet igyekszünk segíteni, támogatni. Borbély Csaba szerint az egyházi élet mellett a templomok turisztikai vonzerőt is jelentenek, ami pénzt hoz a térségnek, és nem utolsó sorban a szülőföldhöz kötődést erősítik a fiatalokban. Elmondhatom azt, hogy nagyon, nagyon jól jövő támogatás, hiszen az elmúlt rendszerben nem lehetett templomainkat úgy, és egyházi épületeinket úgy gondozni, ahogy kellett volna, mert az is éppen úgy rászorul, mint ahogy az embert, hogy gondozni kell, és táplálni, és ruházni. És új templomok sem épülhettek, annak ellenére, hogy szükség lett volna mindezekre. És most a fordulat utántól megsokasodtak számunkra is az ilyenfajta munkák, híveink egyre jobban ugye elszegényedtek, és éppen ezért mindenféle fajta támogatás nagyon jól jön ebben a munkában. Én nagyon örvendek annak, hogy Hargita megye tanácsa nagy gondot fordít ebben a segítségben. Tamás József segédpüspök elmondta, nagy szükség van a felújításokra, rengeteg régi templomot kell karbantartani, ami azért is fontos, mert nemzeti örökségekről van szó. Megjegyezte, más megyékkel összehasonlítva az egyház a legtöbb támogatást Hargita megyében kapja. Kovács Attila plébános közölte, hogy a most kapott támogatásból elkészül a burkolat, a nyílászárók és a padok. A többi hátra maradt munkálatot, mint a villamosság és a fűtésrendszer beszerelése, önerőből végzik el, és a pünkösdi búcsúig el szeretnének készülni a felújítással. Emlékeztetett arra, hogy a megyei tanács korábban is a kezdetektől támogatta a renoválást. Pert nyert az Országos Adóhatóság ellen a Székely Nemzeti Tanács. Tavaly a Székelyföld kivilágítását megszervező Szikulitász Egyesületre 10 000 lejes büntetést szabott ki az Országos Adóhatóság csalás elleni főosztálya. Az adóhatóság intézkedése ellen jogorvoslati eljárást indítottak, amelyben a jegyzőkönyv megsemmisítését kérték.
alapfokon pert megnyerték, és a határozat értelmében nem kell a kiszabott bírságot kifizetniük, az adóhatóságnak viszont ki kell fizetni a perköltséget. Május 14-én lesz az idei pünkösdi búcsú Csíksomjón. Az összmagyarság ünnepévé vált egyházi eseményre idén is több százezer zarándokot várnak a világ minden tájáról. A zarándoklat liturgikus programja idén május 13-án kezdődik. A pénteken este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a búcsút. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik. Május 14-én szombaton reggel 7 órakor és 8 órakor, valamint este 7 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika jelvényt kísérő kordon délelőtt 10:30-kor indul a kegytemplom előtti téről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyerekbe a hármas halomoltárhoz. A délután 12:30-kor kezdődő ünnepi szentmisét, amelyet a Duna Televízió és a Mária Rádió élőben közvetít, Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke mutatja be. Szentbeszédet mond a búcsú egyetlen meghívottja, Csintalan László, kanonok, főesperes, Csíkdelnei, Csíkpálfalvi plébános. A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösd előesti szentmisét követően 8 órától reggelig tartó vírasztás lesz. Május 5-én csütörtök este 7 órától a Figura nagytermében kerül bemutatásra a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Tóték című tragikomédiája. Örkény István darabját Harsányi Zsolt rendezésében tekintheti meg a gyergyói közönség. A főszerepben Barabás Árpád, aki a Figura társulatának több mint 10 évig volt tagja. Az előadásra a jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezményesen 10 lejbe kerül. Kovászna megye az ország egyik leggazdagabb vidéke, ami a hagyományos foglalkozásokat illeti, derült ki egy népi mesterségeket feltérképező projekt során. A több mint egy éves program záró rendezvényét szombaton a háromszéki közművelődési szakemberek találkozója keretében tartották Sepsiszentgyörgyön. Egy évvel ezelőtt indult az a norvég alapból finanszírozott program, amelynek során a Kovászna megyei hagyományos népi mesterségeket, mestereket és műhelyeket vették számba. Eredetileg 250-re becsülték a mesterek számát, ám kiderült jóval többen, közel 1000-en foglalkoznak hagyományos népi mesterséggel, de bővíteni kellett a foglalkozások számát is. Ha azt nézzük, hogy mi az oka ennek, akkor elzártságot, gazdasági elmaradottságot is felfedezhetünk az okok mögött, de ha kulturális szempontból nézzük, és én néprajzkutatóként, muzeológusként ezt a szempontot tartom fontosabbnak, akkor nagyon jól állunk, és egy igazi aranytartaléka ez a Kovászna megyei kézművességnek. A digitális adatbázis mellett 10 dokumentumfilmet is készítettek, és 3 elhagyott műhelyt fotodokumentáltak. A megyei önkormányzat és a megyei művelődési központ célja, hogy háromszék minden településén találjanak olyan személyt, aki művelődés szervezéssel foglalkozik. Hálózatban egymásról tudva, egymás közt cserélve akár fellépőket, akár programokat, akár közösen szervezve, közösen pályázva, hát itt már majdnem régiókról is beszélhetünk lassan, ugye a líder csoportok is nem sokára jóváhagyást megkapják az új stratégiára, hozzájuk is lehet fordulni. Jelenleg a megye településeinek mintegy felében van alkalmazott művelődés szervező, de többnyire a könyvtárosok, pedagógusok vagy a lelkészek látják el ezt a feladatot. A háromszéki települések mintegy egynegyedében azonban senki nem foglalkozik a helyi művelődési élettel. Az Erdélyi Magyarok Egyesülete jóvoltából 97 könyvvel gazdagodott a Mindenki könyvespolca, amely az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Gyergyószentmiklósi irodájában található. A könyvespolcról bárki ingyenesen örökbefogadhat, vagy kölcsönözhet könyvet. Ugyanakkor, ha van otthon olyan könyv, amit nélkülözhet, elhelyezheti azt a polcon, hozzájárulva ezzel az Erdélyi Magyarok Egyesülete által kezdeményezett program folytonosságához.
Mutatjuk még egyszer röviden, mit láthattak ma a napszemlében. Az összefogás példájaként emlegették búcsú ünnepén a munkás Szent József templomot. Ma függesztették ki a legújabb parcellázási tervet a Városházán, ezúttal az 56-os dűlőterve készült el. Az egyházok támogatásának fontosságáról beszélt a megyei önkormányzat vezetője. Május 14-én lesz az idei pünkösdi búcsú Csíksomjon, több százezer zarándokot várnak idén is. Köszönöm, hogy ma is minket választottak, maradjanak velünk, a látogató következik, viszontlátásra!